Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 olyan dolgot gyűjtöttünk össze, melyeket talán nem vettél észre a Pókember Nincs Hazaút című filmben. You're struggling to have everything you want, while the world tries to make you choose. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban a legjobb easter egg-eket vagy utalásokat vesszük végig a kedvenc hálószövőnk multiverzumos moziából. Ha az eddig kijött filmeket és sorozatokat nem láttátok, akkor előre szólunk, hogy olyan spoilerek következnek, amitől még a barátságos pókember sem menthet meg titeket. 10. Stark ócskavas dummy robotjának a visszatérése. Dummy? Hi dummy! How did you get that cap on your head? You earned it. Míg az első Vasember filmben bemutatták nekünk Tony ócskavas dummy robotját, bár leginkább egy vicc forrásáért felelős, de egyszer egy kulcsfontosságú pillanatban megmentette Vasember életét. Ez a nevetséges, de segítőkész robot most a Nincs Hazaútban tért vissza. Bár Petert nem kellett megmentenie, mégis egy nagyszerű easter egg-ként szolgált. Egy ponton össze is töri a Lego halálcsillagot, amit még a Pókember hazatérésben láthattunk, abban a jelenetben, amikor Ned Ryan barátja igazi kilétére. Köszönhetően kedvenc ócskavasunknak, amikor szétrombolja a halálcsillagot, kaptunk egy vasemberes és egy pókemberes filmes visszautalást is. Kilencedik, a finom utalások, amik elárulják a Nincs Hazaút tényleges idővonalát. Ever since I got bit by that spider, I've only had one week where my life has felt normal. Kitalálni, hogy egy-egy Marvel film pontosan mikor játszódik az idővonalon, néha igen nagy feladat. Szerencsére a Nincs Hazaút nem kevés nyomat hagy a nézőinek. Egy ügynök megemlíti, hogy Nick Fury már egy éve nincs a Földön. Ha azt feltételezzük, hogy az tényleg Fury igazgató volt Tony temetésén 2022-ben, akkor a film nagyjából 2024-ben játszódhat. Valamint láthattunk egy hirdetést a Bosszúállók musicalről, amiből a sólyom szemben egy kis részletet is kaphattunk. Minek utána karácsonyra fut ki a Pókember film vége, simán lehet, hogy elsuhant valamelyik sólyomszemes esemény mellett. Bár nem hiszük, hogy lesz Peteres cameo a sólyomszem utolsó részében, de azért jó tudni, hogy mikor és hol járunk az időben. It's 6 days into Christmas, okay? And we're gonna fill it with a lot of Christmas activities. What's your favorite one? 8. Látható pókösztön. Hungry? Az élőszereplős filmekben már láttunk pár egész ötletes megoldást Peter Pó köztönére, viszont egy kicsi pluszt mindig hiányoltak az igazán kemény motoros rajongók. Az animációs verziókban vagy a képregényekben mindig láthatunk ilyen kis kacskaringós vonalat a hálószövő feje körül, amikor épp jelez neki a Pó köztöne. I thought I was the only one. You're like me. I don't wanna be. I don't think you have a choice, kiddo. Ez a kis effekt nem igazán volt soha élőszereplős filmekbe rakva, egészen a Nincs Hazaút című pókemberig. Amikor Peter asztrális formáját kiütik a testéből, láthatjuk, ahogy a pókösztöne csak úgy vibrál a feje körül. Ez a hosszú várás erre az igazán kielégítő easter egg-re teljesen megérte. Tényleg, csak emelni tudjuk a kalapunkat a vizuális csapat előtt, hogy ezt így ki tudták vitelezni egy élőszereplős filmben is. How do I explain this? I have like a sixth sense, the Peter tingle. That's what you're talking about, right? 7. Egy szomorú és reményteli lakásos utalás. When Mysterio revealed my identity, my entire life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Miután Peter hagyja, hogy mindenki elfelejtse a világ megmentése érdekében, szerez magának egy lakást. Az otthona egyszerűsége és magánya nagyban emlékeztet minket arra, amiben a Raimi-féle pókember élt. Sajnálatosan ez azt is jelentheti, hogy Tom pókemberének lesz egy nem túl barátságos főbérlője. Leave me alone. Give me rent. You'll get your rent when you fix this damn door. Bár a szituáció minden bizonnyal eléggé szomorú, de azért megcsillogtat némi reményt is. Láthatjuk, ahogy magával viszi az új lakásába azt a kis Lego Palpatine-t, ami ugyanaz a figura, amivel Neddel játszott még a Pókember hazatérésben. Bár a fiatal pókemberünk előtt hatalmas és nehéz út van, régi életemlékei örökre vele fognak maradni. Amíg Peter újra megtalálja a fényt, addig rendőrségi rádiót hallgat és segít a szomszédságnak, pont úgy, ahogy egy másik, szívünkhöz nagyon is közel álló hálószövő is tette. All officers in the vicinity, please report. We have an abandoned vehicle and an elderly man in the middle of the street. 6. MJ megtartotta a fekete Dália nyakláncát. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone?
can't some people still know? Mivel Dr. Strange varázslata mindenki memóriáját törölte, Peter számított rá, hogy MJ is valószínűleg elfelejti a kettejük kapcsolatát. Viszont azért némi utalást kapunk, hogy valami azért emlékezteti őt a kettejük közötti kötelékre. Ezt a kis rejtett utalást már a varázslat után kapjuk, amikor Peter meglátogatja az étteremben dolgozó MJ-t, és mi már majdnem el is felejtettük, hogy nem ő volt az első MJ ugyanezzel a munkával. Next time that happens, I'm gonna take out your check. Excuse me, Miss Watson, I'm talking to you. Hey! Yes, Enrique, okay? I get you. Viszont egy fekete ékszer mindent visszahozott. Zendaya MJ-je egy fekete dália nyakláncot viselt az ebédlőben. A Pókember idegenben című filmben még Tom Pókember adta ezt neki, hogy nyíltan kifejezze az iránta érzett érzéseit. Minek után látjuk, hogy ezt viseli, új reményt adott nekünk, hogy hát ha ezek ketten egyszer majd újra egymásba esnek. Black Dahlia, like the murder. Murder. Yeah. Sorry, it's broken. I actually like it better broken. 5. Tom Pókembere többször is tiszteleg a csodálatos Pókember jelenetei előtt. A film végére egyértelművé vált, hogy mind a három pókemberünknek sok-sok hasonlósága van. Viszont talán Tom és Andrew Peterinek van a legtöbb közös vonásuk. Amikor Dr. Octopus először támadásba lendül a Nincs Hazaútban, egy kocsi lezuhan a hídról, amit az MCU pókembere hűségesen megment, pont úgy, ahogy Andrew is tette az első csodálatos pókember filmben. Egy kicsit finomabb utalás, amikor az MCU pókembere ráad a mesztelen Elektróra egy tűzoltóruhát. Ez a választás azért is érdekes, mert Andrew Parker-re pont egy tűzoltó tömlővel győzte le Elektrót. Mivel ennyi közös van a két pókemberben, reméljük, hogy többet lógnak majd együtt a jövőben. Szó szerint, és átvitt értelemben is. Mike? Yeah. Big John? Nice work, fellas. The pleasure doing business with you. 4. Életre keltett mémek. Tudtuk, hogy a Nincs Hazaút tele lesz utalásokkal az igazi rajongók felé. Amikor Peter próbál valami tudományos megoldást keresni, hogy segíthessen az általa fogságba ejtett gonosztevőkön, Norman jelentkezik pontosan ugyanazzal a szöveggel, amit még a 2002-es Pókemberben is mondott. Harry tells me you're quite the science whiz. You know, I'm something of a scientist myself. Ez a mára már mém szintű szöveg még überelve is lett, amikor Tom a többi univerzum Peterjeivel dolgozik a laborban. Ned próbálja felkelteni a figyelmüket, amikor ők elkezdenek egymásra mutogatni. Ez az egyszerű mozdulat egy 60-as évekbeli rajzfilm jelenet előtt volt egy tisztelgés, amit már számtalanszor használtak mémként. That man's an imposter! That man is the imposter! There can't be two Spider-Men! Bármennyire is királyság volt látni ezt az élőszereplős verzióban, a dicséret mindenképpen leginkább a Pókverzumnak jár, hiszen ők csinálták meg először. I'm Spider-Man. I need you to come with Who me. Who the heck are you? I just told you that. Listen, I'm from the future. How dare you point at me? You were pointing first. Rude to point. You're being very rude. 3. Nat Murdock cameója. Csak a kezdet. You took everything! I'm gonna kill you! Az, hogy végre láttuk Matt Murdock Netflixes verzióját végre egy rendes MCU-s moziban, pókos filmünk egyik legjobb pillanata. Bár király volt, hogy most csak Peter ügyvédje szerepében bukkant fel, de talán felveszi az ismerte arcát is hamarosan. A sólyom szem előző heti részében kiderült, hogy maga Wilson Fisk settenkedik New York városában. Miután nagy darab gonoszunk nem igazán csípi Daredevilt, biztosan összecsapnak majd valamikor. Könnyen előfordulhat, hogy ez Maya Lopez közelgő sorozatában az Echo-ban fog majd megtörténni, de Matt szereplése sokkal nagyobbra fog nőni nála. Ha most ezzel ő egy rendes tagja lett az MCU-nak, akkor az is előfordulhat, hogy más Netflixes karakterek is bővítik majd a csapatot a jövőben. We got a plan. Yeah, it involves bombs. You're cool with bombs, right? Seriously? The only way out of here is together. 2. Venom és más ellenfelek eljöhetnek a jövőben. What's happening? They're starting to come through. Amikor bepillanthattunk a multiverzumba, több ellenség körvonalát is láthattuk. Bár ezeket azért nem volt túl egyszerű kivenni, de szerintünk ott volt rajta Scorpio egy verziója, homályosan egy Mephistóra emlékeztető figura, és Rhino egy változatát is láthattuk. Volt viszont egy fekete trutymó is, ami tulajdonképpen az egyetlen, amiben mi is biztosak vagyunk. Bár azzal a lendülettel, amivel a Tom Hardy által alakított Eddie Brock beköszönt az MCU-ba, el is távozott, viszont egy kis darabka Venom szimbiótát azért itt hagyott nekünk. We're in the Daily Bugle, Will the Guy.
Már nem egy példáját láttuk annak, hogy az az idegen anyag felruház hatalmas erővel borzalmas embereket. És, ha ez még nem lenne félelmetes, tudjuk, hogy már volt dolga Peter Parkerrel is a múltban. Bárki is legyen a szimbióta következő gazdája az MCU-ban, potenciálisan egy halálos fenyegetés lesz. I like being bad. It makes me happy. Mielőtt felfednénk az első helyzetünket, íme néhány vigaszdíjas. Hank Pym és Howard Stark is rajta vannak Peter iskolájában egy festményen. Joggal mondják őket a világ két legjobb tudósának. I'm a scientist. Then act like one. The Pym particle is the most revolutionary science ever developed. Help us put it to good use. Ned azzal viccelődik, hogy szupergonosz lesz. Bizonyos univerzumokban belőle lesz a gonosz Hobgoblin. Spider-Man! But you're a little late for Halloween. Name's Hobgoblin. And you're right on time for your funeral. Happy jó képe a hírekben. Ugyanolyan hosszú haja van, mint amilyen 1999-ben volt neki a Vasember 3 flashbackjében. Tobey Maguire Peterje a hátfájdalomról beszél. Vicces jelenet és utalás az első Pókember 2 egy vicces jelenetére. My back! My back! A ha valakinek segítesz, mindenkinek segítesz idézet, ami a 2018-as játékban van mély sírkövén, a filmben pedig szintén mély által hangzik el. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Garfield pókembere végre megmentheti a zuhanó hősnőt. You wanna fight? Fight me, let her go! Okay. No! Az Andrew Garfield által alakított pókember próbálta megmenteni barátnőjét Gwen Stacy-t, amikor lezuhant a csodálatos Pókember 2-ben. Sajnos nem sikerült neki, és a karjaiban halt meg, a beszélgetések a Nincs hazaut alatt pedig megmutatják, hogy azért még mindig rendesen szenved a srác. Szomorú története lesz az alapja a film egyik legdiadalmasabb pillanatának. Amikor a Zendaya által játszott MJ szintén a gravitáció áldozata lesz, Andrew Garfield egy új és kreatívabb megoldással meg is menti. Amikor pedig realizálja, hogy sikerült az akció, el egy pár könycseppet, és a nézők elkezdtek újongani. Hűséges cselekedete feloldja a karakterét, és biztosítja azt, hogy MJ-nek lesz még jövője az MCU-ban. Ha pedig Gwen élne, biztosan nagyon büszke lenne rá. We have to be greater than what we suffer. My wish for you is to become hope. People need that. Nektek melyik pillanat tetszett a legjobban a filmből? Megfelelt az elvárásaitoknak? Melyik pókembert szerettétek a legjobban a valaha volt összes pókember közül, és melyiket szerettétek a legjobban ebben a filmben? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!